Ismét itt vagyunk ebben az orosz bunkerben, ahol, ugye, mint mondtam korábban, hogy itt atomrakétákat tároltak. Na most, mint kiderült, nem csak azt tároltak itt, hanem itt látni a falakon a kockákat, ágyú öntöde is volt. És az ágyúöntödékhez itt hozták föl a vasat, folyékony vasat. És mint látjuk, ott van végig a kábel, abban ment az áram, ami ellát energiával az ágyúöntő gépeket. Most itt látni is a földön ki vannak folyva ilyen fémek, illetve hát a fémnek a helye végig. Itt már ugye fel van kaparva a földről a folyékony fém, de árukodó jeleknek lehet látni azt is, hogy az emberek mérgesek voltak, és így itt van egy lábnyom, Bakmácsnak a lábnyoma, világháborús. De van másik bizonyíték is arra, itt vannak felírva a falra. Látjátok? Ezek az ágyútnak a darabszámát jelöli. Jó sok ágyút csináltak ebbe a gyárba, megmondom őszintén. Itt van egy ilyen iszés, egy ilyen, nem tudom mi ez. Egy rúd, az biztos. És ez a kék csík, ami itt van a falon fent, ez azt jelenti, milyen magasra voltak felpukolva az atombombák. Meg itt a lyukak vannak a falba. De az embereket kivégezték egyébként, ezt meg sokan lettek halkan. Ez itt mind golyónak a nyoma, Kalasnyikovnak a lyuka itt benne, a falba, végig. Mondok még valamit nektek mindjárt, jó? Amikor jött Gorbacsov, azon a létrán ment föl, ott a lépcső ment fölfelé Gorbacsov. És ott van az ég, látjátok, az ablakot be van törve. Na, szóval Gorbacsovnak a feje azért olyan foltos, mert az ablakot lefejelte. És van még egy másik bizonyítékom is arra, hogy Gorbacsov itt járt, nem is egyszer. Az pedig ott látjátok szemben azon az oszlopon. Látjátok? Nem látjátok? Na figyeljétek! Ez is tele van golyónyommal, végig, szét van lőve az egész. Gorbacsov itt gyakorolt a kalasnyikovokkal. Na jó, van, megyünk, mert jönnek az ellenőrök mindjárt megint. Most van, milyen, minek hívják azt? Őrjáratváltás. Na menjünk, rosszan vissza le, meneküljünk.